Lázár szép cselekkel be. Kemenes hiába vetődött, hozzáért egy védő, ott pattog a labda, 3-0, Kulcsár a gólszerző, és a mérkőzés eldőlt. Jobban járt volna az a honvédos védő, hogyha engedi Kemenest védeni, nem ezt tette, és onnantól kezdve ott pattogott, mint a flipperben a labda, a honvéd kapuja előtt, és csak időkérdése volt, hogy ki az, aki berúgja. Itt van Lázár, ez volt ugye a kulcsmomentum, Lázárt kell dicsérni, és itt volt az a pillanat, Barát volt, aki elrúgta, nem, Ignatovics volt, aki elrúgta a labdát, és aztán már csak keresték a honvédvédők, hogy éppen hova szaladjanak. Pedig ennyi lett volna, hogy azt ott megfogja Kemenes, és akkor nincs gól. Így viszont Kulcsár is feliratkozott a góllövők listájára. 3-0 a Debrecennek, a mérkőzés eldőlt, jelentem.